A Diósgyőr új edzővel vág neki a Prokpramnak, Vladimir Radjenkovic vezetésé, vagy megszerezze első győzelmét 2024-ben. 10 mérkőzésen eddig 8 győzelem, egy döntetlen és egy vereség. Csongvai szabadrugása Ugyincovról. Bozsek Vancás is hátul. Csongvai elől húzza ki. Lecsorgó még a fehérvári a későt, a lövés is. Ugyincov hárítja Bese kapura gurítását. Stefan 35 méterre a kaputól. Bozsek Vancás húzódott ki a bal oldalra, Stefan megy mellette. Most minden fehérvári visszajött. A beadás után pedig Tótnak kell védenie. Indul Csongvai középütt. Csongvai még. Talán meg is taposta egy picit Bényeit, aki nem véletlenül a földön. Ez semmi is elepődnék meg, maradjuk annyiban. Kiállítás lesz. Ember hátrányba kerül a Fehérvár. A Forma 1-es nyelven szóval ez egy versenybaleset. Odalépett, eltalálta, menjünk tovább. A VAR azonban közbeszólt, és ezt már Pintér is. Miközben Gergényi most már berúgja a saját kapujába a labdát. Itt a beadás, Gergényi megelőzi a saját kapusát. Hát betömörül a Fehérvár, ember hátrányban, ez érthető. Szatmári. Gera. Jurek. Jurek megint, Tóth. Szépen tartja meg Edon Vonyi. Jön Jurek és jön Gera is. Gerái először a labda. Gera aztán lő is. Kapufa után Tóth Balázs véd. Újra Pozsek Vancás. Stefan. Stefan. Lágyan emeli be a labdát. Edon Vonyi fejel Tóth. Pintó emel, tehát ez egy olyan immelámmal beemelt labda volt csupán. És ebből most meg is indulhat a Diósgyőr. Pernambuco. Lukra futtatás. És aztán ott van még Pozsek Vancás előtt a labda, sőt, 2-0. Azt jelentette, hogy Ugyincov gyakorlatilag elindíthatja a kontrát. Itt pedig Pozsek Vancás szépen előkészít a befejezés. Rutin munka. Gera engedi át Pernambucónak. Pernambuco. Most egy lövés, Tóth. Pernambuco. Klimovic, Pernambuco. Laposan középre. Még ott Pozsek Vancás kilépne, ez pedig fújás. Hol történt vajon a szabálytalanság? Még kívül mutatja Pintér. És piros lap. Serafimovic kiáll, úgy tűnik. Abban sem vagyok biztos, hogy ez végül nem a vonalon történt, ez a szabálytalanság. Még egyelőre a VAR nem végzett. Tehát nyilván nézik, hogy jogos-e a piros, és 11-es lesz. Így viszont Serafimov vissza fog jönni, mert sárga lap lesz. A piros lap Storno, a sárga lap megvan. Szabó belövi, 3-0. Az elmúlt két meccsen 4-0-ra nyerő Fehérvárnak vissza tud-e vágni a Diósgyőr? Hát még az is lehet, hogy 4-0-val vág vissza. Egyelőre 3-nál tart. Pernambuco. Ő még szeretne azért még egy gólt lőni, ha már szabadrugást nem lőhett el, mert 11-es lett belőle. Húha, ez nagy passz így, Pozsek Vancás középre, és ott az újabb gól, 4-0.
Pozsek Vancás mindesetre rendkívül önzetlen. Szabó Levente. Még akár egy mesterhármast is rúghat, mert idő még van, egy 2-3 perc.